luogo del solgaio di pesenti ovat. Aki ezt ilyen gyönyörű szépen énekelt, a vietnámi születésű Ninh Duong Hang Long. Az előbb nem mertem kimondani, most vettem a bátorságot, most, hogy itt ülsz. Javíts ki, hogy hogy kell ezt jól mondani a nevedet. Jöreget kívánok, és köszöntöm a hallgatóinkat. A nevem úgy, Ninh Duong Hang Long. De jól mondtad, nem? Jól mondtam. Igen. És hogy szólítsalak? Longi. Longi? Az könnyebb, ugye? Nem Long, Longi? Long a nevem, de Longi könnyebb, Longi. Azt hiszem. Ez olyan szép volt, hogy énekedted ezt a dalt, ezt anno a virtuózokban, és ez azért döbbenetes, mert a hazádról énekelsz, és a te hazád nem Magyarország, hanem Vietnám. Igen, amikor az legelőször énekeltem a hazámat, akkor igazán Vietnámról gondoltam. És most, amikor 8 évvel itt laktam Magyarországon, amikor énekelek a hazám, akkor minden két országról. Gondolsz mind a kettőre? Igen, igen. Nekem a Bangban az mondjuk Simándi Józseftől van meg. Nem tudom, hogy hallottál róla, tanultál róla, ismered-e, hallgattad-e? Azért énekeltem a Bangban árja, a Bang árja, mert a 7 éve, 8 év ezelőtt, amikor ide jöttem, akkor felkészülni egy felvétel műsor a zenekarmiára. És van nekem egy magyar barátom interneten. Eddig soha nem találkoztunk, de sokat segített nekem, és kérdeztem neki, hogy van valami nagyon csoda, szép magyar árja, és a hazám küldte nekem egy linket, és sokat néztem ez a linket, ez a videóról tanultam a szavakat, a dallamat, és nem a Simándi József, hanem a Kisbi Attila. Csak majd tudom, ő is lesz a tanárom. Ja, hogy ő lett a tanárod. Igen, igen. És miért jöttél el Vietnámból? Mi volt az oka? A Vietnámban 4 évig tanultam a 2 egyetemen. A második egyetemen a vietnámi zeneakadémia. És amikor a második évben ott tanultam, és kaptam egy ösztöndíjat, hogy először Oroszországba. De nem fogadtam. Miért nem? Hát, mert Vietnámban elég sok emberek, akik Oroszországban tanult, és azt hallottam, hogy hideg az ország, és nem csak mint a időjárat, hanem a más is, és nem fogadtam. Vártam egy kicsit, és utána jönt a Magyarországra ösztöndíjat, a Liszt Ferenc akarmiára lehetne tanulni, és a Vietnámban a Liszt Ferenc olyan nagyon híres zeneszerző, és azt gondoltam, hogy ha ilyen világhírű zeneszerző zeneakarmiára tanulhattam, akkor miért ne? És fogadtam, ide jöttem. És gondoltad, hogy a magyar nyelv az nem az életed legkönnyebb tantárgya lesz? Hát, szerintem ilyenkor nem gondoltam, hogy magyarul kell tanulnom, és nem hittem, hogy igen nehéz magyarul, igen, nagyon nehéz, igen. Mondjuk lehet, hogy szerencsésebb lettél volna, ha mondjuk egy angol nyelv területre mehetsz, és oda kapsz ösztöndíjban. Eszembe jut, hogy hogy gondolkodtok ti vietnámiak, vagy a szülők, nagyszülők mondjuk az amerikaiakról. Van-e bennetek bármilyen sérelem a vietnámi háborúval kapcsolatban? Az nem értem, még egyszer lehet? A vietnámi háborúra gondolom emlékszel, nagyszülők szülőkkel. Van-e bármiféle sérelem az amerikaiakkal szemben Vietnámban? Tehát, hogy nem szeretitek az amerikaiakat. Nem, csak régen gondolat. És most
és maradt sok olyan haború dalokat, amiről van szó, hogy nem szeret a amerikaiak, a franciaiak, és hát szerintem ez csak a történet. Most nem, most már modern világban élünk is. Modern világban. Igen, igen. És nem is volt, szerintem remélem, hogy nem is lesz majd. Vannak a családban áldozatai a háborútoknak? A rokonaim között, a bácsim, igen, volt haború, de nem áldozattak. Szerintem előtte, de nem ismerem. Nem ismered. Igen. Hogy érzed magad Magyarországon? 8 évvel ezelőtt, amikor legelőször ide jöttem, akkor nagyon hideg volt. Az legelső érzésem, hogy nagyon hideg. És szép sárga őszi volt, és egy évig tanultam magyarul a Balassi intézetben, a harmadik kerületben, és ott nem olyan sok emberek vannak a környezetén, és úgy gondoltam, hogy a utcán nincs senki. hogy. És a kollégiumban is csak 20 vietnamidiák vagyunk, és csak mi vagyunk ott. Nincs senki más. És úgy kicsi szomorú voltam, hogy igen, hiányoztam a családomnak, a barátaimat, és hát egyedül voltunk ott. Igen. És lettek magyar barátaid? Igen, igen, hát utána, amikor végeztünk a Balassi intézetben, akkor zeneakadémiára léptem fel, és ott úgy jelentkeztem a ösztöndíjatként, hogy angol képzés tanulhattam a énektanszéken, de sajnos a énektanszéken, amikor tanultam, csak én voltam a külföldi. És hiszen, hogy egy szemeszter, az első szemeszteren csak sarokon ültem, senkivel beszéltem. Magyarul beszélne, hogy lehet kommunikáció, de utána ahogy nagyon szerintem beszélünk a tanárommal, akik az életemben hát nagyon sok fele szerepet játszik. Nem csak a tanárom, hanem a mentorom is, a keresztapukám is. És tőle sokat tanultam magyarul is. Keresztapától? Igen, a Kisbi Attila. Ja, úgy keresztapa, igen. Nem, a kereszteltem, és ő lett a kereszt. Te megkeresztelkedtél Magyarországon? Igen. De miért? Hát, mert szerettem. És Laci a nevem. Laci? Szia, Laci. Mindig hanglang László. Igen. Na, és a Kisbi Attila sokat tanít nekem, nem csak a énekben, hanem a életben is. Mondta, mesélte sok a magyar kulturálisról, és tőle sokat magyarul tanultam is. És akkor neked utána megvan a magyar állampolgárságod is? Az is, igen. De akkor le kellett tenni az állampolgársági vizsgát? Nem, nem. Nem, akkor ezt megúsztad, mert az nagyon kemény, azt hallottam. A történelemből... Szerencsére nem, de az, ezeket már tanultam a Balassi intézetben, mert nem csak magyarul, hanem a történet, a társadalom és irodalom is kell tanultunk ott. Nagyon képzett vagy, és az újadon felsejlett egy karikagyűrű, azt jól látom? Igen. És egy lányom van is. Tehát megnősültél, és van egy lányod, egy kislányod. És a jön a másik is. Gratulálok. Köszönöm és szépen. A feleséged milyen nemzetiségű? A vietnami. Már 11 év ismertünk egymást. Akkor Vietnámból utána jött? Igen. Ez a szerelem, látod. Igen. Az első egyetemen ismertünk egymást. És ide jöttem 2 évig, és ő jön utána. Érdekes volt egy másik dalod, a János Vitézből Kukorica Jancsi belépője. Tehát csupa magyar kötődésű dalt választottál. Emlékszem rá, hogy a közönség vagy a zsűri ott sírdogált, annyira meghatotta őket. Vietnámi dalt nem akartál énekelni? Vagy csak én nem hallottam, hogy... Magyarországon? Igen. Hát igen, már
énekeltem néhányszor, de nem publikus, mert hát nem tudom, mert mindig valaki kért, hogy énekelek, vagy mondd meg valami vietnámiul itt Magyarországon, de valami, hát fura érzem. Igen. Igen. Mármint hát nem tudom, hogy nem tudom. Énekeltem a olaszul, németül, és minden idegen nyelvet, de... Akkor is tudod énekelni, ha nem beszéled azt az idegen nem. nyelvet? Igen, úgy ez a szakmai, hogy minden nyelvet kell tehát énekelni. Gond nélkül elénekeled bármelyik nyelven az ott, csak a fonetikusan leírja. És nem csak egy dal, hanem egész szerep, és próza is. De ez nagyon nehéz, nem? Hát nagyon nehéz, mert ez a szakmáig. Ez a szakmáig. És Vietnámban is, most már Magyarországon egy ismert operaénekes vagy, Vietnámban is ismerik a nevedet? Igen, igen. Szerencsére az járvány előtt minden évben háromszor énekellek Vietnámban. Szóval... És ott mit énekelsz? Mi a legnépszerűbb Vietnámban? Melyik? Nem mondom, hogy a háború dalokat. Igen? Igen. Háborús dalokat? Igen, igen, valami hát kommunista dalokat. Igen, énekelek. Igen, de volt valami klasszikus koncertem is Vietnámban, amit csak egész koncert, csak a klasszikus darokat. De az nem vietnámi? Nem, hanem operát énekeltem Vietnámban. Igen. És melyik az erős? Mert énekelsz operát, ezek szerint mozgalmi, háborús dalokat, operettet, magyar népdalt hallottam, tehát minden. De vietnámi dalokat a legnehezebb nekem. Nehéz? Mert nem tudtam jól énekelni a opera technikus a vietnámi nyelven, mert például, mint a nevem, Ninh Duc Hoang Long, benne van már a dalam, és van valami felfelé a dalam az ennélben, de lefelé a nyelven dalam, akkor hogy? Igen, nehéz akkor nagyon. Feleséged is zenész? Ő a Kodály Intézetben tanult a zenés tanár gyereknek, de most... itthon tanít a gyerekeinek. A saját gyerekeinek. És a családod többi tagja kint maradt Vietnámban? A húgom örültünk, hogy múlt hónapban ide jött a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanult. A Vietnámban csak a szülei maradtak. Hiányoznak? Persze, hogy ne. Igen. És ők nem jönnek? A járvány miatt nem. Ja, ide lehet jönni, de vissza nagyon nehéz. De nem akarnak Magyarországra áttelepülni? A anyukám szerintem majd fogja ide jönni, hát például fél éve itt Magyarországon, fél éve ott Vietnámban, de apukám eddig nem. Nem? Ő író, és nagyon sok művész barátai van neki Vietnámban, és ez az ő élet. És megjelent már egy csomó könyv az apukádnak? Sok, igen, a gyerek író, ugye? Vers, gyerekvers. Költő. Még a dráma is írt sokat. És édesanyád mivel foglalkozik? Ő csak egy sima, micsoda, irodában dolgozik, igen. Sima irodában dolgozik? Officer? És te az operaház tagja vagy? Igen, igen, ott van ott vagyok a társulatban is. És a repertoárodban mi minden van most benne, mi mindenben énekelsz? Legelőre 3 évig van nekem a felkerült már, sok feladat van, szóval mindig kell előtt tanulni a szerepeket. Legközelebb, hogy decemberben lesz a La Bohème, és januárban lesz a Fidelio Beethoven, és a legfontosabb nekem most a következő évadban, hogy áprilisban, amikor újra nyitják a operaház, és ott énekelhetek a Simon Boccanegra, a Verdi és a Placido Domingo mellett énekelhetek. Gratulálok! Hát izgulok. Izgulsz, hogy találkoztatok már, vagy? Igen, igen, a virtuózókon találkoztunk, és azt emlékszem, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor ide jött a Placido Domingo operaházban énekelt,
2 óra váltam a operaház előtt, és utána is fáztam. És csak rávárták 2 órát? Igen, és hogy... egy dedikár, egy fotork. De és tudta, hogy kinek dedikálja? Tudtad, hogy te kollégája vagy? Ilyenkor nem tudja seg. Nem. Megvan, gondolom, nem. Ez a nem fotó. Nem is voltam a operaházban, csak akkor most egy színpadon lesztek, és együtt fogtuk. Milyen csodás a vidd a fényképet, hogy emlékezzen rád, hogy igen. Te egy hűséges rajongója vagy. Igen. Azért egy nagyon-nagyon szép karriert futottál be. Hála Istennek. Azt hiszem, hogy nincs okot panaszra, ugye? Hát dehogy. Nagyon ülülök, és hát és szerintem jó döntés volt, hogy ide jöttem Magyarországra. Vietnámban nem lettél volna ennyire ismert, mint Magyarországon, gondolom. Sajnos Vietnámban a opera zenés, opera zenés nem olyan népszerű. Van nekünk a operaház, de évente szerintem csak egy opera előadás van. És ennek mi az oka? Hát a háború. A háború? Dalok. Na látod, akkor amit kérdeztem, hogy megvan igen. A háborúnak a hosszú igen. Távú hatása. Van nekünk a opera, a klasszikus közönséget, de nagyon kevés. Tehát nem lehetne olyan gyakran megtölteni az operaházat nézőkkel, mint ahogy nincs itt. Nincs társulatunk, nincs. De akkor van feladatod esetleg, akár visszagondolva, visszakacsingatva, hogy Vietnámban is egy jó kis társulatot, és rendszeresen ott valami opera előadást. Hát csak majd, most még kell tanulok. Most kell pályakezdő vagyok. Azért. Pályakezdő vagy igen, még? Igen. 8 év az pályakezdés? Igen, persze. Hát az opera éneklése szerintem hát több évek kell tanulni. Hát szerintem a öregek is tanulni kell. És jársz tanárhoz még tanulni? Igen. Még egy azzal, hogy megvolt a keresztelőd. A hited is megváltozott? Hogy volt ez Vietnámban, és hogy van ez Magyarországon most a keresztelő előtt és után? Igen, igen, sok ember úgy hiszi, hogy Vietnámban legsokan voltunk vagyunk a buszhizmusta, de nem, mint én, amikor ide jöttem, akkor nincs választom. Csak magammat bíztam benne. És Istenről mit gondoltál? És itt tanultam, itt énekeltem sokat, és a zenélben is sok darab a Istenről van szól. Akartam, hogy próbáltam hinni, hogy van Isten, és tudok többet adni a művnek, a Istenről, amikor énekellek. És akkor most, igen, a koncert előtt úgy szoktam, imádtam egy kicsit. Remélem, és akkor szívből jön most a hitet? Tehát, mert eddig csak akartad, és most már beköltözött a szívedbe? Igen, de majdnem 100% nem, de szerintem lesz majd. Tehát dolgozol rajta. Igen, dolgozok rajta, igen. Hú, nagyon örülök, hogy megismertelek. Nagyon-nagyon, és szerintem lehet veled találkozni, mert azt látom, hogy azért járod az országot, vannak ilyen kis saját előadásaid is, nem saját fellépéseid, tehát nem csak az operában fordulsz meg. Nem csak. Már nem is emlékszem, hogy hány városban énekeltem, de sok vidékén is megyek felé, és a operaházzal is mentünk Erdélybe egy turné, 10 városon énekeltünk is. Mindenhol nagy sikered van, ugye? Tehát ez olyan különleges, hogy egy vietnámi fiú magyarul, abszolút magyar szerzők dalait, operáit. Van valami pillanatban, hogy színpadon éltem, mert például a Mosolvásárhelyen volt egy pillanat, úgy gondoltam, hogy itt néztem körül, hogy mindenki magyar, csak én vagyok. Csak te vagy vietnámi. És magyarul érdekellek. Nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire jókedvű vagy, gondolom ez az alaptermészeted, nem, hogy vidám és jókedvű vagy, és előre optimistán tekintő. Nagyon szépen köszönöm, most csak azt mondom, hogy Langi, tehát nem mondom ki a teljes nevedet, de akarod, kimondhatod, hogy... Mindig Quang Lam. Köszi. Nagyon örülök, hogy megismertelek. Köszönöm szépen. Thank you.